Lineáris algebra a Gauss módszer alkalmazása elemi mátrixok kombinációjával. A cím azt jelenti, hogy a Gauss módszert fogjuk alkalmazni egy egyenletrendszer megoldásához. Ezen videó keretében azonban az elemi sorműveleteket kizárólag mátrixok szorzásával fogjuk elvégezni. Az előző videókban egységmátrixból elemi mátrixokat készítettünk, és megnéztük, miképpen módosítanak egy mátrixot, ha ezeket az elemi mátrixokat jobbról szorozzuk. Ilyen elemi mátrixok voltak például, amik a képen láthatóak. Itt ugye az elemi mátrixot úgy kaptuk, hogy az egység mátrix első és negyedik sorát felcseréltük, ezen második esetben az elemi mátrixot úgy kaptuk, hogy az egységmátrix főátlójának egyik elemét beszoroztuk egy konstans értékkel. A harmadik esetben az elemi mátrixot úgy kaptuk, hogy a főátlóban lévő egyeseken kívül betettünk még valahova egy egyes értéket, illetve az utolsó elemi mátrixot pedig úgy kaptuk, hogy a főátlóban lévő egyes értékek mellé valahova betettünk még egy konstans értéket, ami nem egy, hanem az egynek valahányszorosa. Alkalmazzuk a Gauss módszert az alábbi lineáris egyenletrendszeren, de úgy, hogy az egyes sorműveleteket mátrixok szorzásával végezzük el. Az egyenletrendszerünk tehát úgy néz ki, hogy x plusz y plusz 2z az egyenlő 0, 2x plusz 2y plusz 3z az egyenlő 2, x plusz 3y plusz 3z az egyenlő 4, illetve x plusz 2y plusz z az egyenlő 5. Írjuk át az alábbi egyenlet rendszert mátrix alakra. A mátrix tehát a következőképpen fog kinézni. 1, 1, 2, 0, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 4, illetve 1, 2, 1, 5. Első lépésben az a célunk, hogy a matrix első értéke, amit itt pirossal jelöltem, ez 1 maradjon, az alatta lévő értékek pedig nullára változzanak. Ahhoz, hogy a mátrix második sorában és első oszlopában lévő érték nulla legyen, a második sorból ki kell vonni az első sor kétszeresét. Tehát ugye a kettőből ki kell vonni a kettőször egyet. Induljunk ki egy egységmátrixból. Az egységmátrix ugye itt látható, ahol az egérrel mutatom, a főátlóban csak egyesek szerepelnek, a többi helyen pedig nullák. Mivel az eredeti mátrix, ami itt a bal felső sarokban látható, második sorát kell módosítani, ezért az egységmátrix második sorát fogjuk most módosítani, ezt itt pirossal jelöltem. Mivel az első sor kétszeresét szeretnénk ebből a sorból kivonni, ezért a pirossal jelölt sor első oszlopába a mínusz kettes értéket írjuk be. A következő lépésben még mindig az eredeti mátrixon dolgozunk, most ennek a harmadik sorát fogjuk módosítani, ezért a már módosított egységmátrix harmadik sorát fogjuk módosítani, amit itt pirossal jelöltem. Az első sort szeretnénk ebből a sorból kivonni, ezért a pirossal jelölt sor, első oszlopába egy mínusz egyes értéket fogunk írni. A következő lépésben még mindig az eredeti mátrixszal dolgozunk, ennek a negyedik sorát fogjuk módosítani, amit én itt pirossal jelöltem. A már módosított egységmátrix negyedik sorát fogjuk ezért módosítani. Az első sort szeretnénk kivonni ebből a negyedik sorból, ezért a pirossal jelölt sor első oszlopába egy mínusz egyes értéket írunk. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy az egység mátrixból különböző módosításokkal létrehozott mátrixot, Jobbról megszorozzuk az eredeti mátrixunkkal. A kérdés az, hogy mit fogunk ezen mátrixszorzás eredményeként kapni. Írjuk fel a matrixrix-szorzást a szokásos elrendezésben, és kezdjük el kiszámolni az egyes értékeket. Az első helyre, amit itten fehér kérdőjellel jelöltem, a következő érték fog kerülni. 1 szorozva 1 plusz 0 szorozva 2-vel, plusz 0 szorozva 1 plusz 0 szorozva 1 -jel. Az egyenlő 1, plusz 0, plusz 0, plusz 0, tehát ide a kérdőjel helyére az 1-es érték fog kerülni. Következő érték 1 szorozva 1-el plusz 0 szorozva 2-vel, plusz 0 szorozva 3-mal, plusz 0 szorozva 2-vel, azaz 1 plusz 0 plusz 0 plusz 0, tehát a kérdőjel helyére az 1-es érték fog kerülni. 1 szorozva 2-vel, plusz 0, szorozva 3-mal, plusz 0, szorozva 3-mal, plusz 0, szorozva 1-jel, az egyenlő 2, plusz 0, plusz 0, plusz 0, tehát a kérdőjel helyére a plusz 2-es érték fog kerülni. Jó oszlopot váltunk a felső mátrix esetében. 1 szer 0 plusz 0 szor 2 plusz 0 szor 4 plusz 0 szor 5 az egyenlő 0 plusz 0 plusz 0 plusz 0, tehát a kérdőjel helyére a nullás érték fog kerülni. Sort váltunk a bal alsó mátrix esetében, a jobb felső mátrix esetében pedig az első oszlopra ugrunk vissza. Az érték, ami a fehér kérdőjel helyére fog kerülni, az mínusz 2 szorozva 1 plusz 1 szorozva 2 plusz 0 szorozva 1 plusz 0 szorozva 1 az mínusz 2 plusz 2 plusz 0 plusz 0, tehát a kérdőjel helyére a nullás érték fog kerülni. Oszlopot váltunk a jobb felső mátrix esetében. Az érték, ami a fehér kérdőjel helyére fog kerülni, mínusz 2 szorozva 1 plusz 1 szorozva 2 plusz 0 szorozva 3 plusz 0 szorozva 2 az egyenlő mínusz 2 plusz 2 plusz 0 plusz 0, ami egyenlő lesz nullával. Oszlopot váltunk ismét. Az érték, ami a fehér kérdőjel helyére fog kerülni a következő. Mínusz 2 kettő szorozva 2-vel, plusz 1 szorozva 3-mal, plusz 0 szorozva 3-mal, plusz 0 szorozva 1-jel, azaz mínusz 4 plusz 3, plusz 0, plusz 0, az egyenlő, mínusz 1. Oszlopot váltunk ismét a jobb felső mátrix esetében, az érték, ami a kérdőjel helyére fog kerülni, mínusz 2 szorozva 0-val, plusz 1 szorozva 2-vel, plusz 0 szorozva 4-jel, plusz 0 szorozva 5-tel, az egyenlő 0, plusz 2, plusz 0, plusz 0, tehát az egyenlő plusz 2. Sort lépünk a balansó mátrix esetében, ismét az első oszloppal számolunk a jobb felső mátrix esetében, a sor és az oszlop keresztezésében lévő kérdőjel helyére a következő érték kerül: mínusz 1 szorozva 1-el plusz 0 szorozva 2-vel, plusz 1 szorozva 1-el plusz 0 szorozva 1-el, azaz mínusz 1 plusz 0 plusz 1 plusz 0, az egyenlő tehát nullával. Következő érték számítása következik: mínusz 1 szorozva 1-el plusz 0 szorozva 2-vel, plusz 1 szorozva 3-mal, plusz 0 szorozva 2-vel, azaz mínusz 1 plusz 0 plusz 3 plusz 0, tehát a kettes érték kerül a kérdőjel helyére. Következő érték számítása: mínusz 1 szorozva 2-vel plusz 0 szorozva 3-mal, plusz 1 szorozva 3-mal, plusz 0 szorozva 1-jel, azaz egyenlő mínusz 2 plusz 0 plusz 3 plusz 0, tehát az 1-es érték kerül a kérdőjel helyére. Következő érték számítása: mínusz 1 szorozva 0 val plusz 0 szorozva 2-vel plusz 1 szorozva 4-jel plusz 0 szorozva 5-tel, az egyenlő 0 plusz 0 plusz 4 plusz 0, tehát a kérdőjel helyére a 4-es érték fog kerülni. Ismét sort váltunk, visszatérünk az első oszlopra, az érték, ami a fehér kérdőjel helyére kerül, mínusz 1 szorozva 1-el plusz 0 szorozva 2-vel, plusz 0 szorozva 1-el plusz 1 szorozva 1-el, az egyenlő mínusz 1 plusz 0 plusz 0 plusz 1 az egyenlő 0. Következő érték számítása. Mínusz 1 szorozva 1 plusz 0 szorozva 2 plusz 0 szorozva 3 plusz 1 szorozva 2 -vel. az egyenlő mínusz 1 plusz 0 plusz 0 plusz 2, az egyenlő plusz 1, ami a fehér kérdőjel helyére kerül. Következő érték számítása mínusz 1 szorozva 2-vel plusz 0 szorozva 3-mal, plusz 0 szorozva 3-mal, plusz 1 szorozva 1-jel, azaz mínusz 2 plusz 0 plusz 0 plusz 1. Tehát a kérdőjel helyére a mínusz 1-es érték fog kerülni. Az utolsó érték számítása következik mínusz 1 szorozva nullával, plusz 0 szorozva kettővel, plusz 0 szorozva négyjel, plusz 1 szorozva 5tel, azaz 0 plusz 0 plusz 0 plusz 5, tehát a plusz 5-ös érték fog a fehér kérdőjel helyére kerülni. A mátrix szorzás elvégzése után az eredmény mátrixunk jelenlegi állapotában a következő értékekkel rendelkezik. 1, 1, 2, 0, 0, 0, mínusz 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 1, mínusz 1, 5. Látszik, hogy a mátrix szorzással elértük a kívánt első részeredményt, az első oszlopban az első sorban egyes, a többi sorban pedig nulla szerepel. Ahhoz, hogy egy számunkra fontos lépcsős alakot elérhessünk, a második és negyedik sorokat felcseréljük. A sorok felcserélését is matrix művelettel végezzük el, ez a következő egységmátrixból származtatott elemi mátrixot kell alkalmaznunk. Tehát ugye itt látjuk a bal alsó sarokban, hogy ezt a kettő sort szeretnénk felcserélni, ezt mátrix szorzással ugye úgy kapjuk meg, hogy az egységmátrixunk ugyanezen sorait felcseréljük, tehát a felcserélés után az egység mátrixunk az itt a jobb alsó sarokban látható. A következő lépésben az elemi mátrixunkat jobbról beszorozzuk a jelenlegi részeredmény mátrixunkkal. Tehát ugye az elemi mátrixunk az itt bal oldalt található, míg jobb oldalt pedig az első Matrix szorzásnak az eredménye. A kérdés pedig az, hogy mi lesz ennek a szorzásnak az eredménye. A mátrixok összeszorzásának a művelete az első szorzás menetéhez hasonló. A videó hátra lévő részében ezt a szorzást már nem részletezem, de a dia bal oldalán az egyes értékek számítását láthatjátok a jobb oldalon pedig a számítás eredményét. Ezen szorzás elvégzése után látható, hogy valóban, ugye itt volt a részeredmény mátrixunk, itt pedig ennek a szorzásnak az eredménye, valóban az utolsó sor, ez a 0, 1, 1, 5, ez a második helyre került, míg az eredeti mátrixnak a második sora, a 0 0 1 2 az pedig bekerült a negyedik sorba. A mátrix, amiből kiindulunk, a bal felső sarokban látható. Ennek első sorát kell módosítani, ezért az egységmátrix első sorát fogjuk most módosítani. A második sort szeretnénk ebből a sorból kivonni. Tehát ugye ebből a sorból szeretnénk kivonni a második sort, ezért a pirossal jelölt sor második oszlopába egy mínusz egyes értéket írunk. A mátrix, amiből kiindulunk, ugyancsak itt a bal felső sorban látható ezen a dián, ennek a harmadik sorát kell módosítani, ezért az egység mátrix harmadik sorát fogjuk ebben a lépésben módosítani. A második sor kétszeresét szeretnénk ebből a sorból kivonni. Tehát ugye 2 2 1 az nulla lesz, ezért a pirossal jelölt sor második oszlopába egy mínusz kettes értéket írunk. Ismét elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy az egység mátrixból különböző módosításokkal létrehozott mátrixot jobbról megszorozzuk az előző részeredmény mátrixunkkal. Tehát ugye itt van bal oldalon, az egység mátrixból létrehozott mátrix, itt az előző részeredmény mátrix, kérdés az, hogy ennek a mátrix szorzásnak mi lesz az eredménye. A dia bal oldalán az egyes értékek számítását láthatjátok, a jobb oldalon pedig a számítás eredményét. Látható, hogy valóban elértük a mátrix szorzással azt a célt, hogy a részeredmény mátrix második oszlopában egyetlen egyes szerepel a második helyen, a többi sorban pedig nulla. A matrix szorzás elvégzése után, tehát az eredmény mátrixunk jelenlegi állapotában a következő értékekkel rendelkezik. 1, 0, 3, 5, 0 1 -1 5 0 0 3, -6 00 0 -1 2 Látszik, hogy a mátrix szorzással elértük a kívánt második részeredményt, a második oszlopban, a második sorban 1-es, a többi sorban 0 szerepel. A lépcsőzetes alak további kiépítéséhez a mátrixunk harmadik sorát el kell osztanunk hárommal, hiszen ugye 3 per 3 az 1, vagy másképpen meg kell szorozni egyharmaddal. Ehhez létrehozunk egy olyan elemi mátrixot az egységmátrixból, ami a mátrixunk harmadik sorát megszorozza egyharmaddal. Az egységmátrix és az abból létrehozott elemi mátrix a következőképpen néz ki. Ugye itt az egységmátrix, szót látjátok a bal oldalon, ennek ezt az egyes főátlóban lévő elemét kell módosítani úgy, hogy az egyes helyett egy egyharmados értéket írunk idebe, és végezzük el az alábbi szorzást a bal alsó sarokban az elemi mátrixunk. A jobb felső sarokban a mostani részeredmény mátrixunk szerepel. Kérdés az, hogy mi lesz a szorzás eredménye. A dia bal oldalán az egyes értékek számítását láthatjátok továbbra is, a jobb oldalon pedig a számítás eredményét, amelynek eredményeképpen látjuk, hogy a háromból valóban egyes érték lett. A következő lépésben azt szeretnénk elérni, hogy a mátrix harmadik sorában, harmadik oszlopában, amit én itt pirossal jelöltem, egy egyes érték a többi helyen, a harmadik oszlopban, pedig mindenhol nullák szerepeljenek. A kiindulási mátrix az előző mátrix szorzás eredménye. Az egység mátrixból kiindulva, a harmadik sor háromszorosát vonjuk ki az első sorból. Mivel az első sort módosítjuk, az egységmátrix első sorával dolgozunk ebben a lépésben, a harmadik oszlopba pedig egy mínusz hármas értéket fogunk írni. A következő lépésben a második sorban található mínusz egyes értéktől kellene megszabadulnunk, azaz nulla értéket készíteni belőle, ezt ugye itt pirossal jelöltem, ezt a mínusz egyes értéket, a bal oldalon, tehát itt lent a bal oldalon, a jelenlegi módosított egységmátrixunk szerepel, ahhoz, hogy a mínusz egyes értékből nulla legyen, a mátrixunk harmadik sorát adjuk hozzá a második sorhoz, hiszen mínusz egy plusz egy az nulla. Mivel a mátrix második sorát módosítjuk, ezért a második sorban végzünk egy értékváltoztatást, mivel a harmadik sort szeretnénk a második sorhoz hozzáadni, a harmadik oszlopba a nulla helyre egy egyes érték kerül, amit pirossal jelöltem itt. A következő lépésben a negyedik sorban található mínusz egyes értéktől kellene megszabadulnunk, azaz nulla értéket készíteni belőle. A bal oldalon a jelenlegi módosított egységmátrixunk szerepel, ahhoz, hogy a mínusz egyes értékből nulla legyen, a mátrixunk harmadik sorát adjuk hozzá a negyedik sorhoz, tehát mínusz egy plusz egy az nulla. Mivel a mátrix negyedik sorát módosítjuk, ezért a negyedik sorban végzünk egy értékváltoztatást, mivel a harmadik sort szeretnénk a negyedik sorhoz hozzáadni, a harmadik oszlopba a nulla hére egy egyes érték kerül, amit itt pirossal jelöltem. Ezzel el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol az egység mátrixból egy olyan mátrixot készítettünk, amelyet jobbról megszorozva az aktuális részeredmény mátrixunkkal a részeredmény mátrixot a követelményeknek megfelelően módosítja. Tehát ugye itt található az egységmátrixból létrehozott mátrix. Itt az eddigi részeredménymátrixunk. Kérdés az, hogy ennek a mátrix szorzásnak mi lesz az eredménye. Írjuk fel a mátrixokat a szokásos elrendezésben, és végezzük el a szorzást. A dia bal oldalán az egyes értékek számítását láthatjátok, a jobb oldalon pedig a számítás eredményét. Látszik tehát, hogy elértük azt, amit szerettünk volna. Itt a harmadik oszlopban, a harmadik sorban egyes, a többi helyen pedig nulla szerepel. A végeredmény mátrix, tehát a következő, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 2, az utolsó sorban pedig csak nullák szerepelnek. Láthatjuk tehát, hogy az első három oszlopban szépen lépcsős alakban sikerült egyeseket létrehoznunk, a többi helyen nullák szerepelnek. Tekintettel arra, hogy a mátrix első oszlopa az x együtthatóit, második oszlopa az y együtthatóit, harmadik oszlopa a Z együtthatóit tartalmazza, így az egyenletrendszer megoldása az X az egyenlő 1, az Y az egyenlő 3, a Z az egyenlő mínusz 2. Ezzel el is érkeztünk ezen oktatóanyag végére. Köszönöm a figyelmet!